az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozóját szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén a Szent István Bazilikában tartott nagyszabású ünnepi szent liturgia zárta, közel 40 püspök, 160 pap és több mint 1000 hívő részvételével. A szent liturgiát József Apszi Melkita pátriárka vezette. A Magyar Katolikus Püspöki Kar több tagja mellett európai, ázsiai, afrikai és dél-amerikai bíborosok, érsekek, püspökök, apátok, szerzetesek is részt vettek a szent liturgián. A zenei szolgálatot a Bubnó Tamás Lisztdíjas karnagy által vezetett, közel 80 fős kórus látta el. Bizánci rítusú templomaink szerves része az ikonosztáz. A szentélyt a hajótól elválasztó ikonfal. Mivel a bazilikában nincs ikonosztáz, Kis Léginagy Ádám festőművész a kispataki kápolnában található Istenszülő és Pantokrátor Krisztus ikonja került a szentély elejére, melyet díszes faállványba foglaltak. A szent liturgiára a bazilika harangjainak zúgása közben körmenetben vonult be az asszisztencia. A szent liturgia kezdő áldása előtt Erdő Péter bíboros primás olaszul és magyarul köszöntötte a jelenlévőket. Szeretettel üdvözlöm az Esztergom Budapesti Főegyházmegye társszékes egyházában Őboldogsága Apszi József Melkita pátriárka urat, a most kezdődő szent liturgia főcelebránsát, a nagyérsek, metropolita és püspök urakat, a főtisztelendő paptestvéreket és minden egybe gyűlt hívőt, akik látható módon is tükrözik katolikus egyházunk sokszínűségét és hagyományának gazdagságát. Ez a templom Szent István király nevét viseli. Itt őrizzük leghíresebb erekjéjét, a Szent Jobbot is. Szent István király ma a katolikus és az ortodox egyház közös védőszentje. Halálának évében 1038-ban még teljes közösségben voltak egymással ezek az egyházak, a hagyományok különbözősége, a népek kultúrájának sokfélesége nem kell, hogy akadályt jelentsen a közös hit útjában. Ma, amikor a kereszténységet annyi meg nem értés, félremagyarázás és támadás éri szerte a világban, életfontosságú, hogy közösen tegyünk tanúságot egységünkről, hitünkről, Jézus Krisztusról, aki egyetlen közös Urunk és Mesterünk. Adja Isten, hogy ez a mai ünneplés kifejezze és elősegítse a keleti katolikus egyházak sajátos identitását és küldetését a keresztények egységének szolgálatában. Isten hozta minnyájukat. A szent liturgiát magyarul végezték, de a külföldi püspökök és diakónusok bizonyos részeket arabul, olaszul, franciául, ószlávul, szlovákul, románul és angolul énekelték. A szent liturgia homiliáját Kocsis Fülöp érsek metropolita mondta. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ez az Úr napja, népek, örvendezzetek, mert íme a világosság forrása, és az életadó igének könyve megjelent nekünk, és a napkelet ajtaja megszületett, s várja a nagy főpap bevonulását, mint egyedüli ki e világra hozza Krisztus, a mi lelkünk üdvösségére. Szeretett testvéreim Krisztusban, az Isten szülő születésének ünnepén ezt az imént énekelt himnuszt kétszer is veszi bizánci egyházunk. Először az előesti vecsernyében, melyet idén a hívek sokassága mellett
számos keleti püspök testvéremmel együtt végeztünk Gödöllő, és az Utrenyén a dicséreti szihírák befejezéseként újra. Ez az Úr napja, népek örvendezzetek, így kezdődik. Keleti ritusunkban az egyházi év szeptember 1-ével kezdődik. Tehát az egyházi év első nagy ünnepének meghirdetése egyszer s mind az egész esztendő alaphangját is megadja. Az ünnepeinkkel tartított egész esztendő számos okot fogadni az örvendezésre. Ha itt az elején, amikor a világosság forrása, az életadó igének könyve megjelenik, amikor a napkelet ajtaja megszületik, akkor ezzel nem csak az ünnepek, hanem az örvendezések sora is megnyílik. Legalábbis akkor, ha úgy tekintünk a most megnyíló esztendőre, ahogyan az Isten szülő a maga életére, aki várja a nagy főpap bevonulását. Igaz, ő abban egyedüli, hogy világra hozza Krisztust, a mi lelkünk üdvösségére. De a ma ünnepelt Isten szülőt követve mi is várjuk a nagy főpap, Jézus Krisztus, ebben az évben is vonuljon be az életünkbe, hogy életadó igéjét beleírja szívünk könyvébe, hogy a világosság forrásaként beragyogja egész életünket, egész lényünket. Ő be akarja ragyogni ezt a most kezdődő esztendőnket is. Nagyon oda kell tehát figyelnünk, hogyan kezdjük el, mit kell tennünk, hogy Istenünknek ez a vágya teljesüljön az életünkben. A gondviselő Isten jóvoltából most igazán mindent megkapunk ahhoz, hogy ez a mai napunk méltó kezdete legyen ez örvendezésre nyíló új esztendőnek. Velünk ünnepel és vezeti ezt az isteni szent liturgiát József Melkita pátriárka, aki a mérhetetlen szenvedés megélt Szíriából érkezett hozzánk. Jelenlétével mintegy még hitelesebbé válik az ünnepnek az üzenete. Népek, örvendezzetek! S vele együtt ünnepel számtalan keleti és más ritusú püspök, bíboros érsek, pap, s a hívek sokassága is, hogy a nagy főpap bevonulását váró Isten szülő születésének örömét közösen éljük át, s együtt adjuk tovább világra szóló üzenetét. Népek, örvendezzetek! A most hallott evangélium záró szavaiban is erre kaptunk buzdítást a Szentlélektől. Egy asszony a tömegből újjongva kiáltott: boldog a méh, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Asszonyi lelkesedésével öntudatlanul is prófétált, és megjövendőlte, hogy mi boldog asszonynak fogjuk nevezni Máriát, a Jézus szoptató és fölnevelő édesanyját. Tudjuk, korábban is egy másik asszony hasonló örömmel köszöntötte őt: boldog vagy, ki hittél. Így kiáltott a méhében örvendező magzatot hordozó Erzsébet, amikor találkozott a még szintén magzati létben jelenlévő Isten édesanyjával. Sőt, Mária maga is elfogadta ezt a köszöntést, amikor Sion leányaként így jövendőlt: íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Beteljesedett tehát mindaz, amit a Szent Lélek mondott neki és róla. Boldog asszonyként köszöntjük őt, legalábbis mi magyarok így szeretjük mondani. De Szent Fia még ennél is többet mond, mert az evangéliumban szereplő asszony szavát így egészítette ki: igen, de azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát és meg is tartják. Itt vagyunk, testvéreim, a Szent István Bazilikában, az eukarisztikus kongresszus a kiemelt eseményén, és ezen a megsokszorozott ünnepi körülmények között talán mélyebben, mint valaha az életünkben belénk ivódhat a mindenkinek szóló örömhír, hogy Isten boldogságra hívta az embert ebbe a világba.
boldogságra teremtette. És az találja meg az Isten által nekünk készített boldogságot, aki hallgatja az Isten szavát és meg is tartja. Nagyon bízom abban, a szívem mélyéből imádkozom azért, hogy ez Szent Litánia liturgiáról hazatérők körében pontosan ugyanannyi legyen azoknak a száma, akik meg is tartják az Isten szavát, mint ahányan ma itt hallgatják. Persze nem mindegy, hogy hogyan hallgatják, hogyan hallgatjuk. Minden bizonnyal Márta is elkapott néhány gondolatfoszlányt Jézus tanításából, amikor sürgött forgott a sok házi munkában. Figyelt ő, csak hát annyi minden másra is kellett figyelni, hogy érthető módon nem tudott teljes szívvel bekapcsolódni a tanításba. Csak hogy aki fél füllel, fél szívvel hallgatja a tanítást, az vajon meg fogja tudni tartani teljesen? Mária a jobbik részt, sőt, a legjobb részt választotta, ahogyan erről Jézus is tanúságot tett. És hozzátette azt is, nem is veszti el soha. Aki épp csak foszlányokat kap el Isten szavából, az milyen eséllyel indul el a megígért boldogság felé, amelynek záloga, hogy azokat meg is kell tartani. Egyházunk persze ismeri ezt az emberi gyöngénket, mely nem csak Mártára volt jellemző. Nem véletlenül énekelteti velünk az angyalokkal együtt a szent liturgiánkban, a szentírási szakaszok és a tanítás elhangzása után a szent figyelmeztetés, hogy tegyünk félre mostan minden földi gondot. Ez ma itt ezen a szent liturgián ószlávul fog elhangozni, mégpedig a Sajó Pálfalai irmológiumban több száz éve lejegyzett gyönyörű szép dallamon. De azért éppen úgy érvényes lesz mindnyájunk számára ma is. Az isteni szent liturgia föl akar emelni ebbe a tökéletes Istenre figyelésbe. Ekkor már semmi és senki nem számít. A rendkívüli személyiségek, a számos külföldi testvérünk jelenléte, a mindenfelől érkező hívek igen nagy számának szokatlansága sem fontos. Tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert a nagy főpap íme be akar vonulni az életünkbe. Nagy főpapnak mondjuk azt, aki a Filippiekhez írt levélben hallott himnusz szerint megalázta magát. Engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Talán ez is akadályozhat minket abban, hogy elhiggyük az ünnep és az egész evangélium valóban örömhír. Hogy elhiggyük, hogy ez boldogságra hívó üzenet. Megriaszhat bennünket ez az életút, amelyet Mária fiának végig kellett járnia. És emiatt Máriát is talán inkább látjuk szenvedő asszonynak, mint boldog asszonynak, akinek már fiatal édesanyaként is megjövendőlte Simeon, hogy a te lelkedet is tör járja át. Igen, sok minden akadályozhat minket abban, hogy higgyünk. Számos tényező, sok zavaró hatás terelheti el a figyelmünket az örömhírről. Az ünnep ezekből akar kiemelni, fölemelni. És ez nem csak a naptárban követhető ünnepekre érvényes. Minden szent mise ünnep. Minden egyes szent liturgián az eukarisztiát ünnepeljük. Ezekben a napokban a világ szeme rajtunk, mert egy héten áttartó nemzetközi kongresszussal ünnepeljük az eukarisztiát. De minden egyes alkalom, amikor részesülünk belőle, ugyanilyen nagy horderejű, világra szóló, világot megmozgató esemény. Az eukarisztia nem tud több lenni, hiszen abban minden egyes alkalommal a teljes Szent Háromság adja magát. Minden szent áldozásban végtelen ajándékot kapunk. Ez a kiemelt eseménysorozat erre irányítja rá a figyelmünket. Az eukarisztia ünneplése nem egy a keresztény jámborságok sorában. Minden forrásunk belőle fakad. Egész életünknek ő a forrása és a csúcsa. Belőle élünk, mozgunk és vagyunk.
Isten szavát többféle módon is megtarthatjuk, de ennek kiemelt módja az eukarisztia megélése. Hiszen ez az Isten igéjének megtestesülése az életünkben. De csak akkor tudunk élni az eukarisztiából, ha élünk az eukarisztiával. Ez változtathatja meg az életünket. Ezt a fordulatot hozhatja az eukarisztikus kongresszus az életünkben, az egyház életében. Hogyha eddig figyelmetlenül fordultunk is el tőle, ha a sok hétköznapi tevékenységünk közepette el is terelődött a róla a figyelmünk, ha netán meg is ijesztett a magas követelmény, amely keresztény életünket kell, hogy jellemezze, de megtaláltuk a megoldást. Ugyanis megtaláltuk a forrást, amely kimeríthetetlen. Megtaláltuk életünk, földi életünknek a csúcsát, amelyért érdemes élni, érdemes minden küzdelmet vállalni. Jézus nem csak ígérte nekünk a boldogságot, hanem saját testében el is hozta azt. Ezért boldog az ő édesanyja, mert hitt benne, mert élt vele, mert ő vele élt. Máriának volt a legszorosabb, legközvetlenebb kapcsolata Jézussal, hiszen méhében hordozta, emlőin szoptatta, kezével sétáltatta, szájával oktatgatta. Mária boldog asszony. De még boldogabbak azok, akik az ige hallgatásával és megtartásával még nála is közelebb kerülnek Istenhez. Lehetséges ez? Ez bizony hatalmas titok. Megfejthetetlen, és mégis állandóan megfejtendő, kifejtendő titok. Talán most közelebb kerülhetünk ehhez a titokhoz, közelebb kerülhetünk az eukarisztiához. Ezen a rendkívüli főpapi liturgián átélhetjük a nagy főpap bevonulását, aki el akarja foglalni a legelső helyet az életünkben, a szívünkben. Méltán hangzik el tehát ezen az ünnepen a felszólítás. Ez az Úr napja. Népek, örvendezzetek. Amen. A rendezvénysorozat és ünnepség végén Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspököt és Sesták Istvánt, a hajdúdorogi főegyházmegye főhelynökét megkértük, mondják el tapasztalataikat az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójáról és a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról. A téma a szinodalitás volt, de ugyanakkor beszámolt minden egyes püspök, vagy küldött arról, hogy az elmúlt időszakot, a karantént, a járványhelyzetet hogyan oldották meg, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, és ez is az összetartozásnak egyfajta jele volt, hogy mindannyian ugyanazokkal a nehézségekkel és szinte ugyanolyan Istenbe vetett hittel próbáltuk ezt a rendkívüli helyzetet megélni. Ugyanakkor ennek a megerősítő jelenlétnek, ennek a közösségi erőnek nagyon szép kifejező formája volt a közös bizánci szent liturgia. Ezt még kiegészítette a jelenlévő híveknek az az erőteljes szép éneke. És természetesen ez csak fokozta, aztán a keleti püspökök találkozója, mint egy belefolyt az eukarisztikus kongresszusban, az ott megélt, a közösség erejének a hatása nagyon-nagyon-nagyon megérintett. Úgy rácsodálkoztam, amikor az idősebbek közül még korábban meséltek arról, hogy annak idején nekik mit jelentett a kongresszus. És nagyon érdekes, hogy biztos vagyok benne, hogy engem is el fog kísérni egy életen át. Öröm töltött el a szívemet, a jó érzés, annak az érzése, hogy jó katolikusnak lenni, jó kereszténynek lenni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem hiába való a szolgálatunk, a munkánk, az evangélium hirdetése. Megerősítést kaptam én is, hogy az a lelkipásztori munka, amelyet mi a mindennapokban végzünk, az nem hiába való. És hogy ennek mekkora értéke van, és milyen fontos, hogy ezt a munkát tovább végezzük. Én egy lendületet kaptam, úgy érzem. Nagyon szép volt látni a két rítus együttműködését, hogy a mi bizánci hagyományainknak megfelelően
hogyan ünnepeljük az eukarisztiát a bizánci rítus szerint, és láthattuk azt, hogy hogyan ünnepli a római katolikus egyház a latin rítus szerinti eukarisztiának a megünneplését. És azért volt fontos számomra, mert nekünk a görögkatolikusoknak egészen másak a hagyományaink, másképp jelenítjük meg a hitigasságainkat, mint ugyan a római katolikus egyház, és most ezen az eukarisztikus kongresszuson a kettő egymás mellett volt. Tehát nem folyt össze a kettő. Nagyon szépen megvoltak a keleti szertartások, amiben bekapcsolódhattak az érdeklődők, és nagyon szépen megvoltak a római szertartások, amiben úgy szintén bekapcsolódhattak. És gondolom, ahogyan a mi bizánci liturgiánk nagyon kedves volt sokak számára, akik azon részt vettek, ugyanúgy az én számomra is nagyon kedves volt például a szentségi körmenet, a gyertyás körmenet. Nagyon felemelő volt a pápai szentmisa. Rítusában egészen más. A mi görögkatolikus egyházunkban ezt mi egészen másképp éljük meg. De jó volt bekapcsolódni egy másik egyház, másik rítusába, megnézni, átélni velük együtt, hogy ők hogyan dicsőítik, hogyan tisztelik az Úristent, hogyan tisztelik az eukarisztiát. Megmutatta az európai katolicizmusnak a sokszínűségét, és ezáltal természetesen a világ katolikus egyházának a sokszínűségét, és nagyon szépen, harmonikusan bekapcsolódott, vagy integrálódott az eukarisztikus kongresszus szinte minden eseményével. Számomra nagyon nagy öröm volt látni, megtapasztalni ennek a történelmi jelentőségét. Különösen annak a teológiailag is nagyon gazdag fogalomnak a megtapasztalása volt élmény, hogy egyek egységesek vagyunk a sokféleségben. Összekötött minket a katolikus hit, és nem választott szét az a sokszínűség, amely jellemzi ezeket az egyházakat, akár nemzetenként, akár a felekezeti sokszínűségében is, hiszen voltak örmények és szírek is a bizánci katolikusok mellett. Megtapasztalhattuk az egységet azokon a pontokon is, ahol tudtuk, hogy meg fogjuk tapasztalni a kötetlen együttlétben, a kirándulásokban, akár az imádságokban, de egységet tapasztalhattunk az előadások során is, és egységesen vehettünk részt az eukarisztikus kongresszus nyitó szentmiséjén, bizonyos értelemben, akik itt maradtak a záró szentmiséjén, és én úgy érzem, hogy átütő ereje volt annak az egységnek, amelyet a szeptember 8-ai bizánci szent liturgián mutathattunk, átélhettünk, vagy akár imádkozhattunk. Ott azt gondolom, hogy tapasztalható volt az a sokféleségben lévő egység, amely kell, hogy jellemezze Krisztus egyházát, a mindenkori egyházat, a katolikus egyházat különösképpen. Magukban hozták az elmúlt évtizedek, akár sajátos és sokszor nehéz éveit, évtizedeit, és mégis a remény, ami jellemezte az ő együttlétüket, vagy a mi együttlétünket, és ennek különböző formáit tapasztaltuk meg. Ha csak említem azt a Szent Efrém koncertet az egyik este, amelyen részt vehettünk, és egy nagyon húzós konferencia nap és kirándulás délutánt követően, és az volt az érzésünk, hogy az a 15 nyelven megszólaló férfi kar, az gyakorlatilag mindannyiunkhoz személyesen szólt. Mindenkinek a személyes élménye volt, amelyet fűszerezett az is, hogy állami vezetőkkel találkozhattunk azon az estén, és egység volt, és harmónia volt, és mindenki azt érezte, hogy ez egy olyan este, amely nagyon őszinte és nagyon közeli mindenki számára. De az esti beszélgetések, amelyek már tényleg nagyon kötetlenül is zajlottak a különböző egyházi vezetőkkel, számomra is nagyon-nagyon nagy kincseket érő beszélgetések voltak. Lehetőségem volt a Európai Püspököli Konferenciák titkárságának egyik titkársági dolgozójával beszélgetni, aki sokáig az Olasz Püspöki Konferencia média felelőse volt, és hosszasan beszélt arról, hogy a nyitó szentmisének a rendezői attitűdjei azok számára milyen tanúsággal és milyen tapasztalattal jártak, és erről őszintén beszélt az első találkozásra, nagyon-nagyon meggyőző volt. De ugyanígy említhetném azt a Melkita atyát, aki egy esti beszélgetésben a karján arról a keresztetoválásról hosszasan elmékelett, amely számára a hitének a legmélyebb hitvallása, és amelyre nem kirívóan büszke, hanem sokkal inkább mélyen, hitében mélyen büszke, és örül annak, hogy a Krisztusért ezt minden helyzetben vállalja.
akár a vértanúságnak a lehetőségét is. De hogyha összefoglaljam, akkor tényleg nem tudok mást mondani, mint ez a püspök találkozó, beilleszkedve az eukarisztikus kongresszus számomra is személyesen is nagyon mély élményében sugározta azt az egységet, amely a különbözőségben, a sokféleségében kell, hogy jellemezzen egy ilyen találkozót, jellemezzen akár a magyar görögkatolikus egyházat, és leginkább jellemezze Krisztus egyházát itt a Földön. Az egyházi létünk egyik legfontosabb lényegi mozzanata az a szolidaritás, a másokért való felelősség, viselés és vállalás. És egyházunk, a Magyar Görögkatolikus Egyház évek óta próbálja aktívan segíteni elsősorban a Szír Melkita egyházat, a közel-keleti egyházakat, és határozott célkitűzése volt a püspök atyáknak, hogy az eukarisztikus kongresszus fő bizánci keleti katolikus liturgiáján az összegyűlt adományokat a Melkita egyház számára jutassa el, akik talán most a leginkább szenvednek a bizánci egyházak közül. És hát mindig örömmel tapasztaljuk a segítő szándékú emberek nagyfokú segítségét, nem csak a Szent Liturgia persei adománya, hanem az ehhez kapcsolható különböző magánszemélyek felajánlásai is szép számmal érkeztek, és emellett a három görögkatolikus egyházmegye is hasonló mértékben plusz-plusz 1-1 millió forinttal támogatta ezt a kezdeményezést, és örömmel számolhatok be róla, hogy így közel 6 millió forint érkezett meg, amit még a helyszínen Fülöp metropolita atya, a pátriárka atyának át tudott nyújtani. De hozzá kell tennem, hogy ez a segítség, ez egy nagyon jelentős segítség, hiszen tudjuk róla, hogy a múltban átadott adományok szolgáltak arra, hogy szinte földig rombolt templomok újjáépülhessenek, és hogy milyen őszinte a közel-keleti embernek a hálája, ezért arról is be kell számolnom, hogy a pátriárka atya egy külön hosszú beszámolót készített, több 10 oldalas beszámolót, hogy az eddigi adományokat mire fordították, anélkül, hogy mi ezt olyan nagyon precízen megköveteltük volna rajta. Ő fontosnak érezte, hogy most ezen az alkalmon az eddigi adományokról is följegyzést készítve azt átadja Fülöp metropolita atyának. Ezzel is azt hiszem, hogy érezzük, hogy az adományra, a segítő szándékra szükség van, és ők nagyon-nagyon hálásak ezért minden jó szándékú adakozónak. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.